Sziasztok, pár perc alatt a világ körül. A Máté által étteremnek nem nevezhető étteremben elkészült a kert az ebédünk. A kerthelyiségben. Ugye? Srammi szól. Na így, itt. Itt van az asztalunk. Tudjátok, az a helyzet, hogy én sokáig táncoltam étterembe, és mi a konyhán jártunk keresztül. És azért láttam ezt azt. Még Magyarországon is van, hagy kívánni valót maga után egy-két étteremnek a konyhája. Hát akkor elhatároztam, hogy menjünk étterembe, de a konyhába nem szeretnék bemenni. Finomat eszünk, jó az, amit csináltak, ez is gyönyörű, de nem akarom látni, hogy hogy készül. Valahol megértelek, de én meg azért szeretem megnézni, hogy hogy készül. Meg mi készül, mert lehet beletesznek akármit. Bármit is, akár teknőst is, amit most nem tudunk nektek megmutatni, pedig mert egy párszor följöttek itt a víz felszínére. Itt eszegetnek, nem tudom mit, halakat, ezt, azt, amazt. Máti látta őket többször, én csak egyik alkalommal fölbukkanni. De hát közben meghozták az ebédet, úgyhogy most akkor inkább ezzel foglalkozunk. Jó, úgyhogy akkor jó étvágyat nekünk. A puszipacs. A mindig finom. Itt akármikor eszünk, ez mindig finom. És nézem, most meg halásznak. Majdnem elköszöntem. De itt halászik ez a szoknyás bácsi. Bedobott egy hálót, csak úgy kiterített a víz felszínre. Nagyjából 30 másodperc alatt fogott több száz vagy több ezer kis halat. Mi meg otthon egy darab damillal horgászunk a Balatonba, és örülünk, hogyha kettőt fogunk ilyet egy óra alatt. Teknősök nincsenek még? Vagy már nincsenek? Nem látom őket most felbukkanni. Én nem egyszerűen valahol. Jó nélkül lehettek, vagy elúsztak messzebbre. Na jó, akkor folytassuk a... Folytassuk. Fine. Yes. 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 Yeah, I know. Na, el is köszönünk közben, hogy megyünk majd enni, meg ezzel a papagájjal beszélgetünk. Na, sziasztok, puszi pacsi!